Városháza Parkba, az Advent Budapesten téli fesztivál első gyertyája és Budapest ünnepi fényeinek meggyújtási ceremóniája. Köszöntöm Schnell György atyát, kinevezett Esztergom budapesti segédpüspököt, a Szent István Bazilika plébánosát. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és áldásával ünnepélyes keretek között indíthatjuk el a legnagyobb ünnep, a szeretet ünnepének jegyében induló adventi rendezvénysorozatot. Az áldott karácsony ünnepét megelőző legszebb időszak az adventi várakozás. Ez az az időszak, amelyben talán a leghangsúlyosabban van szükségünk arra, hogy egymásra figyeljük, hogy felkészítsük magunkat és környezetünket, szeretteinket az ünnepre, a megváltó születésének ünnepére. De az ünnep arra is figyelmeztet bennünket, hogy mindezt, a szeretetet, melyet ilyenkor gyakorolunk, az év minden napján tegyük meg. Nem újjon el egy nap sem anélkül, hogy gyermekeinket meg ne ölelnék, hogy szeretteinket kedvesen ne szólítanánk, és hogy mosolyt ne adnánk, és ne küldenénk embertársaink felé. Itt a Városháza Parkban megnyíló Advent Budapesten rendezvény sorozatnak is az üzenete a szeretet, a törődés és az egymásra figyelés. A karácsonyi várakozás időszakában megrendezésre kerülő események a Meseüvegházban, a vásárban, a parkban a családokat, a szülőket és a gyerekeket együtt kívánja megszólítani. A hét minden napján számos gyermekprogrammal és koncertekkel. A Főkert Non-Profit ZRT környezettudatos akciójával iskolásokat fogadunk. A kisebb is csoportok programja és foglalkoztatója mellett hétvégenként neves művészek fellépésével ünnepelhetünk együtt. És most köszöntöm Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes asszony, aki tisztelettel feltérek tartsa meg köszöntőjét, majd azt követően vegye kezdetét az ünnepi ceremónia. Schnell atyát felkérem, hogy áldását mondja el, és majd együtt gyújtsák meg az adventi koszorú első gyertyáját, és melyel egy időben Budapest ünnepi fényei is felgyúlnak, melyet a Budapest Főváros Víz és Közvilágítása Non-Profit Kft. Jóvoltából és ünneplőbe öltöztetve Budapest sugárútjait öltöztetjük a szívünket is ünneplőbe. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt köszönhetem önöket, köszönhetek benneteket az immár második alkalommal megrendezésre kerülő Advent Budapesten téli fesztiválon. Az Advent hagyományosan a készülődésről, a várakozásról szól, és azt remélem, hogy a szervezők tartalmas programja, a meseszalon, bábjátékok, műsorok, koncertek és egyéb bemutatók és meglepetések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezt a várakozási időszakot, ezeket a heteket minél tartalmasabban töltsék el egymással. Ugyanakkor szeretném arra is emlékeztetni önöket, hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy ezt az időszakot és ezt az ünnepet a szeretteivel, illetve megfelelő körülmények között meghitt melegségben töltse el. Így szeretném a figyelmükbe ajánlani az itt megrendezésre kerülő különböző jótékonysági akciókat, amelyel ezeknek az embertársainknak is egy meghittebb, méltóbb ünnepet tudunk teremteni. A mai napon, Advent első vasárnapján közösen meggyújtjuk az első gyertyát, és ezzel hivatalosan is kezdetét veszik a Városháza Parkban az adventi vásár, az adventi időszak köszöntése. Én kívánom, hogy mindannyiunk számára ezek a fények hozzanak remény, örömet és egy áldott és békés karácsony. Köszönöm szépen! Kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Azt hiszem, hogy kicsit furcsa, de ugyanezt tudom elmondani én is, amit két évben már hallottunk, igyekszem nagyon röviden elmondani. Tudjuk, a mai nappal megkezdődik a karácsonyi előkészület. A keresztény világ emlékezik arra az időre, ami Ádámtól Krisztusig tartott, a megváltó megvárásának idejére. Akkor is zajlott az élet, volt benne öröm, vidámság, de háború, nyomorúság és szenvedés is.
Az emberiség legjobbjai mindig vágytak a tisztulásra, szépre, nemesre, szentre. Akkor se volt ideje mindenkinek arra, hogy visszavonuljon, elmélkedjen, épp úgy, mint ma. És a megváltó mégis a csendbe érkezett el Betlehem csendjébe, csak azok ismerték fel, akik képesek voltak csendben lenni. Amikor itt és világszerte ma is mindenütt színes forgatagban készülünk karácsonyra, azért teremtsünk magunk körül egy kis csendet. Szabad szórakozni, szabad vásárolni, sőt kell szeretteinket megajándékozni. De ennél is fontosabb, hogy ajándékozunk nekik időnkből. Tudjunk velük a szó legnemesebb értelmében találkozni, beszélgetni, időnkből is adni. Legyünk megértőbbek, türelmesebbek egymáshoz, hiszen ne korlátozódjanak ünnepekre, hanem tanuljunk meg egymásért élni. Isten ember élet Krisztusban sors közösséget vállalt velünk, és mert jobban szeretett a saját életén, azt is odaadta értünk. Tanuljunk tőle igaz szeretetet, hát ennek jött el most az ideje. Könyörögjünk, áld meg Istenünk ezt az adventi koszorú gyertyái, melyekből hétről hétre meggyújtunk egyet, jelezzék az igazi világosság Krisztus születésnapjának közelettét. Fénye világítson nekünk, hogy meglássuk és felismerjük az egyetlen igaz kincs, a szeretet mindenek fölött való értékét, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Thank you.